Jó napot kívánok, szervusztok, szeretettel köszöntjük a sajtó megjelent képviselőit a mai sajtótájékoztatókon, és természetesen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A mai sajtótájékoztatónak azt a címet adtuk, hogy a Jobbik képmutatása, becsapják az embereket, és Halmi József megyei alelnöktársammal szeretnénk néhány gondolatot megosztani a nagy nyilvánossággal, a széles közönséggel a sajtón keresztül. Mint azt, ahogy már többen látták, hallották, tudjátok is, a napokban nyilvánosságra került egy tavaly őszi hangfelvétel, amelyen a Jobbik parlamenti alelnöke, országgyűlési képviselője, Schneider Tamás olyan dolgokat mond, amely azt bizonyítja és azt mutatja, hogy a Jobbik ma is ugyanaz az agresszív és szélsőséges párt, amelyik volt, hiszen ezen a felvételen a Jobbik alelnöke saját bátya szimpatizánsainak például olyan dolgokról beszél, hogy neki képviselőként vigyáznia kell a szájára, nehogy kimondja azt, amitől megijed a választópolgár, de a betyársereg vagy más, akár neonáci vagy félneonáci csoportok bátran mondhatnak bármit. És Schneider Tamás szavai a Jobbikról rántják le a leplet, mondhatnánk, hogy a Jobbik igazi arcát mutatják meg. Amikor is például az a szóval, hogy győzön a Jobbik, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy győzön minden áron, hiszen ezen a hangfelvételen olyan dolgok is elhangzanak, és ezt pontosan szeretném idézni. Meg kell szerezni a nyugdíjasok szavazatát, mert a nyugdíjasok nélkül nem lehet választást nyerni. Ők pedig nyugalmat és békét akarnak, azért kell kedves gyerekeknek lenni, hogy a Jobbikra szavazzanak. Hát ebből az világít ki, hogy a Jobbik számára a nyugdíjasok szintén csak eszközök, csak egy szavazó gépként tekintenek rájuk, akiket a hatalom megszerzése érdekében fel kell vagy fel lehet használni. És ezt a MSZP nevében és az MSZP ezt a 3 millió nyugdíjas nevében kikéri magának. Úgy tűnik, hogy a Jobbik ebben is hasonlít a Fideszre, aki korábban panelprolizott, most ugyan a keményen dolgozó kisemberek szlogenjét akarja használni, de mindezek a dolgok és az elmúlt hetek, hónapok történései megmutatják azt, hogy a Jobbik nem az a cuki párt, amelyet most az úgynevezett cukiság kampányával akar magáról láttatni képet, hiszen nem mondhatjuk, hogy nemzeti párt a nagy nemzeti érzelmeik közepette, mert jól kiviláglik az, hogy idegen érdekeket képvisel, orosz érdekeket képvisel. Nem mondhatjuk azt, hogy ellenzéki párt, hiszen amikor meg lett volna a lehetőség, amely ugye a Kéz Zoltán veszprémi győzelmével adódottnak, hogy a kétharmados szavazásoknál lebontsuk akkor ezt a kétharmados rendszert, akkor a Jobbik nem hozta az úgynevezett ellenzéki szavazatokat, ezért tehát azt állítjuk, hogy a Jobbik nem ellenzéki párt. Akár nyíltan, akár a háttérből, de együttműködik a Fidesszel, és gyakorlatilag a Fidesz és a Jobbik, ha mondhatunk ilyet, egyfajta csendes koalícióban működik ezek szerint. Éppen ezért nem gondoljuk azt, hogy a Jobbik akármennyire is próbálják a cukiság kampányokat előadni, de olyan párt lenne, amelyik szalonképes, amelyik elfogadható. És például ezen a hangfelvételen olyan dolgokat is mond Schneider Tamás, hogy nagyon feljött a Dunántúl, hál' Istennek, mert jönnek a cigánybűnözők és gyilkolják az idős embereket. Hát reméljük, hogy nem ez a Jobbik idősügyi programja, hogy annak örülnek, hogy gyilkolják az időseket. Azért mondjuk ezt, hogy a Jobbik átveri az embereket, csak látszólag szelidek, valójában egy képmutatás, egy hazugság az, ami a szavaik mögött meghúzódik. És ahogy említettem, nem nemzeti párt, nem ellenzéki párt, együttműködik a Fidesszel. Ez pedig elfogadhatatlan szerintünk a megyében élők számára is, és természetesen a Magyar Szocialista Párt számára is. Most pedig átadnám a szót Halmi József. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Én több sajtótájékoztatón elmondtam, hogy a Jobbik az a Fidesz ifjúsági szervezete. Látjuk a Zapáti úr nem részvételét a szavazáson, ami egy természetesen nem a mi dolgunk eldönteni, hogy mennyire megalapozott az a indok, amit ő elmondott.
mi sajnáljuk, ha tényleg fenyegették a családját, de egy olyan helyzetet teremtette ezzel, aminek nagyon sok ember, nagyon sok munkavállaló köszönheti majd a munkájának elvesztését. Közben látjuk azt, hogy talán tegnap olvastam egy amerikai kutatónak a véleményét arról, hogy a Orbán nem idegeskedik a kétharmad elvesztése miatt, mert hogy háttéralkuba a Jobbikkal, ha szükséges, ezt fogja biztosítani. De ez a leggyengébb virálat, meg a leggyengébb dolog, ami a Jobbiknak felvethető. Mindig elmondom azt is, hogy a Jobbik álszent párt. Tehát aki a roma és a cigány társadalmat bántja, közben pedig önkormányzati választáson, országgyűlési választáson szavazatra buzdítja őket olyan módszerrel, ami részben bizonyítható, részben meg nem, és ezért ebben nem is mennék benne. Tehát a kővilágnak azt mondja, hogy ő nem szereti a romákat, meg a cigányokat, meg a zsidókat, és sorolhatnám mindazt, akit ők megbélyegeznek, közben pedig titokba keresi a kegyüket, ez egy álszentpárt. Az alelnök úr mellett napvilágra került a héten a Gulcsák Gergely képviselő úr tette, hogy a holokauszt emlékhelynél beleköpött a cipőbe. Felháborító, mikor azt mondja a Jobbik, hogy megbánta tettét, mert akkor felindult volt. Mindenki felindultságába ilyen emlékmű vagy áldozatok emlékét meggyalázó tettet hajtana végre, akkor mi lenne ebbe az országból? És én kigyűjtöttem, nagyon sok olyan eset volt, ami, tehát nem egyedi dolog ez, itt látjuk, hogy álszent. Azt mondja, hogy a nyugdíjasokra szükség van, közben meg örül annak, hogy a nyugdíjasok sérelmére romák bűncselekményt követnek el. Álszent, mikor az, nem beszél a szegénységről, és álszent az, hogy ha megtetszenek nézni, 2010 és 2014 között 80%-ban együtt szavazott a Fidesz-szel. Tehát látszik az, hogy ő neki egy érdeke van, az, hogy minél hamarabb a hatalomba kerüljön. Ha ő hatalomba kerül, az Magyarországnak tragédia lesz. Mi felszólítjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jobbik szervezetet, hogy határolódjon el a Jobbik ez irányú politikája. Határolódjon el az alelnök úr, vagy a Kulcsár úr kijelentései és tettjei ellen, vagy egy frissebb, a tapócéi jelöltnek náci jelszavak vannak a testére tetoválva, és sorolhatnánk ezer meg ezer példát. Az álszentsége és a kirakat politikája, hogy ő mennyire nyugdíjas barát, meg mennyire cukipárt, jobban nem támaszthatja le azt, hogy volna, aki egy radikális beszédeket mond el, majd a kampányban vizslakutyával jelenik meg, ha jól tudom, a kutyának a... Ez itt látszik, hogy becsapja a választókat, és a választók pedig nem látják a háttért. Nem látják azt, hogy a gonosz ő mögöttük van. Én bízok benne, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Jobbik színeibe politizáló emberek belátják, hogy ez a politika a magyar népnek nem használ. És ezért elhatárolódnak a politikusoktól. Mi felszólítjuk mind a két országgyűlési képviselőt innen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is, hogy mivel alkalmatlanok a mandátumokra, ezért mondjanak le. Innentől kezdve ők nem tudják őszintén képviselni a magyar népet. A magyar társadalmat pedig, magyar társadalomnak felhívjuk a figyelmét arra, hogy nézzen a sorok mögé. Bár volt egy ember, aki kijelentette, hogy nem azt kell nézni, hogy mit mond, hanem hogy mit tesz. Ebből is van kapcsolat, tudják, ez Orbán Viktor volt. Itt is látszik, hogy a Jobbik ezt is átvette Orbán Viktortól, és nem kell elfelejteni, hogy azért
a Jobbik országos elnöke, Horna úr, az a Fideszbe kezdte a politizálását. Tehát azért ő nem szakadt el a mézes, a köldök zsinórtól, bocsánat, azért ott van a nagy mester, a nagy tanító, az árnyékában Orbán Viktor. Mi eddig se, és ezután se közösen nem akarunk politizálni. Más a helyzet a megyében. Vannak olyan ügyek, amiben a megye érdekében össze kell fogni. Mi ezután is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosok érdekében, ha szükséges, és elkerülhetetlen, akkor össze fogunk ügyekbe fogni. Sajnos ezekben az ügyekben sok eredményt el nem értünk, de legalább fel tudjuk hívni a figyelmet a megyében történt negatív dolgokra, például a rendőrkapitány hirtelen leváltása is egy ilyen dolognak gondolunk mi. Én bízok benne, hogy a magyar emberek, mikor oda kerülnek, bölcsen tudnak dönteni, és meglátják a Jobbiknak az álszentségét. Köszönjük szépen! Van egy kérdés?